Már 6. alkalommal kiváló tanulókat, szüleiket és tanáraikat látta vendégül a Győri Tankerületi Központ. A Kiválók a kiválóknak nevet viselő rendezvény egyfajta ajándék azoknak a diákoknak, akik városi, regionális és országos tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt értek el. A rendhagyó ajándékkoncerten Simon Robert Balázs is gratulált a kiválóságoknak. Nem szabad arról elfeledkezni, hogy a tehetség azonban nem csak ajándék, hanem felelősség is. És én azt gondolom, hogy az országunknak és a nemzetünknek csak akkor van jövője, hogyha lesznek olyanok, akik kiemelkednek a tehetségükkel és példát mutatnak, ilyen értelemben az élre állnak. Zárásként egy idézetet szeretnék mondani, ami a sikerről szól. A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák. Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató köszöntőjében kiemelte, a tanévben a Győri Tankerületi Központ 70 intézményéből több ezer diák szerepelt eredményesen versenyeken, pályázatokon, amiben nagy szerepe van a szülőknek és a felkészítő tanároknak is. Nagy öröm számunkra, hogy 3. éve ennyi kiváló diákot, szülőt, felkészítő tanárt köszönhetünk és örvendeztethetünk meg a Győri Balett produkciójával, vagy a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjével. A Győri Tankerületi Központ 70 iskolájában több ezer kis és nagy diák a napi kötelező tanulás mellett különböző versenyekre, pályázatokra készül, fesztiválokon és sportrendezvényeken méri össze tudását más diákokkal. A felkészülés során mellettük állnak szüleik, akik biztatják, segítik őket, megfelelő körülményeket teremtenek ahhoz, hogy gyermekük a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Mindenben támogatják őket tanáraik, és kitartásra, erőfeszítésre ösztönzik őket, idejüket, erejüket nem kimérve gyakorolnak velük, kísérik őket versenyekre. A hangverseny célja az is, hogy a gyerekek lássák, hová lehet eljutni, milyen nagy dolgokra lehetnek képesek, ha a megfelelő hozzáállással, kitartással tanulnak, gyakorolnak. A diákok közül nem csak a nézőtéren foglaltak helyet elismert tanulók. Néhányuknak az a megtiszteltetés jutott, hogy a színpadra is felléphettek és együtt zenélhettek a nemzetközi hírű művészekkel.